Nagypáli fél ezer lakosú község Zalaegerszegtől alig több mint 10 kilométerre. Több mint figyelemre méltó, amit ezen a településen elértek a zöld energia hasznosításában. A szakmai munkát nemzetközi szinten is elismerték már. Köcse Tibor polgármester kalauzol körbe bennünket az új teleptől az energiaparkon át a Szüllőhegyig. Közben benéztünk a három helyi méhész közül az egyikhez, Németh Déneshez. Önök az élhető település kialakítását azt tulajdonképpen az energia felől közelítették meg. Igen, úgy gondoljuk, hogy energiára mindig szükség van, és energiát meg lehet termelni helybe, csak észre kell venni azokat a energiaforrásokat, amiket meg kell honosítani a településen. Legyen ez technikai berendezés, mert ha fúj a szél, akkor szélgenerátort, hogyha sokat süt a nap, akkor a napenergiás berendezéseket, fotovoltaikus napelemtelep, napkollektor, stb. De természetesen lehet gondolkodni agrárenergetikába is, hisz minden település környezetében vannak olyan területek, legyen az egy útszéle, egy lakótelep környezetében lévő parkosítási lehetőség, vagy olyan mezőgazdasági területek, amik nem alkalmasak élelmiszer előállítására, patakvölgyek, egyebek, oda meg kell találni a megfelelő típusú energiafát, és abba kell gondolkodni. Ennek természetesen környezetvédelmi hatása is van, hisz a klíma érdekében mindjárt tettünk egy lépést, hogy minél tisztább legyen a levegőnk, oxigéndúsabb, és lehetőség szerint sok széndioxidot lekössünk vele. Nyilván a gazdasági hasznosságát pedig úgy tudjuk előtérbe helyezni, hogy ezzel energiát tudunk megspórolni. Önkormányzatunknak például van már egy faaprítékra alapozott berendezése, amelyel az összes önkormányzati épület együttes tudjuk fűteni, melegvizet előállítani az általunk termelt energetikai ültetvénnyel, de természetesen a felesleget pedig lehet értékesíteni, hisz vannak piacok, a nyersanyagforrások beszerzési lehetőségei átformálódtak, és a tőlünk nyugatabbra lévő gyakorlatot, tapasztalatot kezdjük Magyarországon is alkalmazni, tehát a facsipsz gyártás, a faapríték gyártás, az erdészeti hulladékoknak a kezelése úgymond és értékesítése egy újabb forrás lehet a térségnek, és ebből lehet visszaforgatni természetesen új lehetőségek keresésére. Napelemekből az egyfőre jutó napelemek száma, azt hiszem, hogy vitán felül Nagypáliban a legtöbb Magyarországon. Az előző években két alkalommal lettünk napkorona bajnokok, ez valójában így van, de voltak felvetéseink arra vonatkozóan, hogy a napenergia hasznosításban nekünk vannak növénylevél napkollektoraink is, úgymond, és ezért a bizottság, aki odaítéli a napkorona bajnokságban az eredményeket és a díjakat, átgondolta és nevezett bennünk egy nemzetközi bajnokságba, ahol 9 ország, mintegy 3000 települése pályázott. A kategóriánknak megfelelő 600 településes versenyben Németország mögött a második helyen végeztünk, magyar színeket képviselve, és Olaszországot megelőzve. Én úgy gondolom, hogy ez köszönhető volt annak is, hogy mi nem csak az eszközökkel mentünk oda versenyezni, hanem olyan innovatív elképzelésekkel és gyakorlattal is, mint a megújuló energia innovációs központunkban zajló előadássorozatok, képzések, workshopok és pályázati programokban való részvételek. Hogy egy ilyet említsek, talán a legnagyobb a Ruhrenner Nemzetközi Egyesület, ahol immáron 11 ország működik azon, hogy a tagjai minél jobban egymást megismerve, egymás technológiáit átadva és hasznosítva együttműködjenek abban, hogy a kis települések minél intenzívebben fejleszik a megújuló energiákat, beleértve a környezetvédelmi feltételeknek a javítását, és úgynevezett intelligens energiákat szolgáltassanak a településen, akár a lakosság körében is. Ennek egyik példája talán az a energiaudvar, ahol most éppen beüzemelünk egy fotovoltaikus napelem telepet, ahol egy non-profit Kft. Létrehozta az alapokat,
a lakosság pedig csatlakozhat hozzá a saját villamosenergia szükségletének megfelelő egység megvásárlásával, és onnantól, ha ez megvalósul egy hónap múlva, a második hónap múlva már nem kell villanyszámlát fizetni neki. 25 évig. Azzal kezdtem, hogy beléptünk, hogy ez nem rendetlenség, hanem meg kell védeni a családokat. Miért vannak itt ezek a virágos növények? Igen, hát ezek a virágos növényeket azért hagytam meg, hogy a rabló méhek ne találják meg a dolgos méheket, és a közvetlen szomszédja se tudja úgy táriből megtalálni őket, már ugyanis ők tálhatatlan állatok, és képesek arra, hogy másiknak a begyűjtött mézét elvigyék. Az idén azért nincs mézbőség. Hát nem dicsekedhetünk országos viszonylatban, de helyi viszonylatban is nagyon gyenge volt a méztermés. Ennyi volt jó az akács? Hát az időjárás tette tönkre az egészet, úgy repcén is, mint akácon, és pótolhatatlan lett az évnek a további része, mert gesztenyére is számítottunk, de az viszont azt hiszem, hogy a nagy meleg tette tönkre. Uh-huh. És akkor most kénytelen etetni? És kénytelen vagyok, akát után el kellett kezdeni az etetést, és folyamatába etetni kell őket. Már ha kihagyja az ember, akkor családok elvesznek, itt tudjuk átmenteni őket a következő évre. Uh-huh. Hát akkor a költség az idén nagyobb lesz, mint a bevétel. Hát ez már eldőlt végül is a kacvirágzáskor, ezt már számítottunk erre, de a méhész ember az mindig azt mondja, majd a következő biztos, hogy jobb lesz. Vándorol a madarakkal? Nem vándorolok, ez álló méhészet, álló rakódó kaptáros méhészettel méhészkedek. Hát sok minden van itt a környéken, repülési távolságban akkor. Hát úgy nagyjából, hogyha jól működik az időjárás, akkor megtalálható itt nálunk túlnyomó részt minden féle mérleg elő, ami szükséges. A vándorméhészet ez egy külön világára, be kell rendezkedni, ehhez járni szállítani kell. Most már lehet, hogy targonca is kell, mert ezt sok megemelni. Igen, az is kellene, ez egy, hogy mondjam, szinte méhészet mellett egy másik szakma szállítás. Régóta méhészkedik? Hát 25 éve méhészkedek. Akkor már sok újat önnek nem tudnak mondani. Nem tudnak mondani. Ezt a méhészetet saját magam hoztam össze, de nagybátyámnak voltak, és kiskoromban már méhészet világával megismerkedtem szinte 4-5 éves koromban. Tényes, ha van méz, nem olyan év van, mint az idén, akkor el tudja itt helyben adni a mézet? Hát vegyesen megy a dolog, helyben is szokok eladni, és kereskedőnek is. Uh-huh. Úgy, ahogy az országos viszonylatban is. De hát, hogyha itt bővül a helyi piac, több idegen jön, akkor gondolom egy idő után már nem kell a kereskedőnek odaadni. Hát az is előfordulhat, tehát ahogy változnak a dolgok. Ez a kereskedelem az olyan, hogy fel kell rá készülni, és mindig új dolgok jönnek ebbe. Ez a szemlélet azért vállalkozásokat is hozott a településre, illetve hát önök is alapítottak vállalkozásokat. Természetesen igen. A Zöldút falufejlesztési programunknak az egyik eleme volt a lakosság lélekszámának a növelése, közösségeknek a létrehozása, a másik eleme pedig a gazdaságfejlesztésről szól. Egy helyzetelemzés után megnéztük, mi az, amivel erősíteni lehetne a helyi gazdaságot, és ebből egyértelműen egy analízisből kimutatható volt az, hogy igenis vállalkozási élénkítés kell, mert nem akarunk kiszolgáltatottak lenni mondjuk egy más településnek, hogy mindenki ott van foglalkoztatva, nálunk meg nincs lehetőség. Most ennek az egyik iránya egy olyan vállalkozási kedv infrastruktúra megteremtése, amit oly módon sikerült elérnünk, hogy
együttműködtünk a vállalkozókkal, és ők ebben a jobb vállalkozási környezetben, ahol kevesebbet kellett mondjuk adózni, mert más bevételi forrásból viszont tudtuk pótolni a kieső bevételt, oda szívesebben jönnek, és hoznak másokat is. Hál' Isten, ez az elképzelésünk működik, és sokszínű az a vállalkozási paletta, legyen az kereskedelmi, feldolgozóipari, mezőgazdasági, amelyben, vagy szállítmányozási, amelyben jelenleg már működő vállalkozásaink szép számmal vannak. És a minőségi idegenforgalom is nagy lehetőség önöknek? A megújuló energiákból kiindulva gondoltuk úgy, hogy érdemes lenne a turizmusnak, idegenforgalomnak egy speciális területével foglalkozni. Nincs termálkutunk, nem is akarunk furatni. Éppen elég van már, ahova sok vendég megy, és egymás között is kialakult egy versengés Zala-megyében, hogy melyik termál település honnan és hogy tudja odavinni a vendégeket. Mi mást akarunk. Mi a megújuló energiás alkalmazásaink bemutatására és a falufejlesztési programunknak az egészségturizmusra való technikáját szeretnénk bemutatni, és hál' Isten mondom azt, hogy megindult ezen az úton egy egészséges turizmus, hisz Boszniától Franciaországig voltak tőlünk vendégek, illetve közbelévő osztály, sőt nem telik el úgy hét, hogy Magyarországról ne lenne egy-egy település érdeklődő, aki szeretne eljönni hozzánk. Természetesen az eredményeket tudni kell bemutatni is, és ehhez a médiáknak is nagy szerepe van, és sokan kíváncsiak arra, hogy az igaz-e, amit hallanak és látnak a különböző előadásokon, amikre felkérnek bennünk, mint egy modellértékű program ismertetésére, és amit a médiák mondanak, azt szeretnék élőbe is látni. Az ország 124. turizmusinform irodája működik nálunk, és a programok szervezésében, az idegenek kalauzolásában szervesen részt veszünk. Ha csak egy nemzetközi programunkat említem, mondjuk ez a nemzetközi magyar-arab solymász találkozó, ahol az arab világból az eddigi találkozókon 5, illetve 7 ország képviseltette magát. Szóval építik az arab kapcsolatot is? Természetesen meg kell találni, keresni kell azokat a lehetőségeket, ahonnan pályázatokon kívül és a saját forrásokon kívül lehet még bevonni további befektetőket, pénzügyi lehetőségeket, gazdaságerősítés és kapcsolatépítés céljában. Befektetésben az arab befektetők azért nem a könnyű esetek? Természetesen nem. Először barátnak, testvérnek, aztán utána lehet az üzletről beszélni kell lennünk. Próbálunk megfelelni ezeknek az igényeknek, és ha azt mondom, hogy Afrika közepén, Szudánban van egy félmilliós város testvértelepülésünk, azért azt oda el kellett jutni, ameddig egy a polgármester úrral egy ilyen megállapodást a Níluson aláírhattunk. Ebből lehet önöknek anyagi haszon? Soha nem lehet azt tudni, hogy rövid, közép vagy hosszú távon lehet. Több olyan dologról is tárgyaltunk ott, üzleti lehetőségekről, és akár az államminiszter úrral, aki a kulturális tárcát vitte akkor, egymás megismertetésére vonatkozó művészeti csoportok oda-vissza látogatásáról is szó esett. Vannak önöknek különleges adottságaik, ez a sikertörténet, hadd nevezem én így, ez az egyedi, nem utánozható, különleges körülményeknek köszönhető? Mindenféleképpen nem adhoknak nevezném ezt a dolgot, mert tudatosan tesszük, amit teszünk. Tehát egy helyzetelemzés, egy koncepciókészítés után kell lenni egy fejlesztési tervnek, egy elképzelésnek, és arra a lépcsőnként rá kell építeni azokat az akkor időszerű dolgokat, legyen az egy új technológia, vagy éppen egy mezőgazdasági fejlesztési lehetőség, amikből aztán egy folyamatos folyamat kerekedik ki, ami egyébként pedig ciklusokon átível,
és a Zöld út falu fejlesztési program nevébe hordozza azt, hogy zöld utat a jó dolgoknak, és minden olyan fejlesztésünket próbálunk környezetbarátan megoldani, amellyel a saját és a környezetünkért tehetünk valamit, vagy a föld megvédése érdekében, mondjuk a klíma védelem érdekében.